A réti héják határozásának első lépéseként biztosan meg kell tudnunk állapítani, hogy valóban réti héját látunk-e a terepen, videósorozatunk előző része ehhez nyújt segítséget. Ennek a résznek a célja az, hogy bővítsük a madár megfigyelők határozási ismereteit, egyúttal növelve azoknak a képzett önkénteseknek a számát, akik részt kívánnak venni a hamvas réti héja felderítésében és védelmében. Magyarországon 4 réti héjafaj fordul elő, a barna, a kékes, a fakó és a hamvas réti héja. Ezek faj, ivar és kor határozása igencsak izgalmas feladat, szép számmal akadnak ugyanis olyan példányok, amelyek azonosítása még a legtapasztaltabb terepmadarászok számára is nehézséget jelent. A határozáskor fontos támpont lehet, hogy az év mely időszakában járunk. Táblázatunkban a narancssárga szín a 4 réti héjafaj előfordulását mutatja 10 napos bontásban. Az év leghidegebb téli hónapjaiban csak a nálunk telelő barna és kékes réti héjákat láthatjuk. A fészkeléskor, nyáron a két költőfajunkkal, a barna és a hamvas réti héjával, még a tavaszi és az őszi vonulás idején mind a 4 fajjal találkozhatunk. A réti héják esetében szembetűnő az ivari kétalakúság, a kiterjedt világos szürke toll felületeket mutató öreg hímek, valamint a barnás vörös fiatalok és az alapvetően barna színezetű öreg tojók tollazata jelentősen eltér egymástól. Azonosításukhoz segítséget nyújthat a következő ábra, amelyen a gyakori és egyben legkönnyebben meghatározható barna réti héjától a legnehezebben felismerhető fakó és hamvas réti héja felé haladva tekintjük át a határozó bélyegeket. Ha a megfigyelt réti héja szárnyán van kiterjedt világos szürke szín és a szárnycsúcs fekete, akkor öreg vagy az öreg tollruhába vedlő hím madarat látunk. Ha a madár felül háromszínű, továbbá az evezők és a farok tollak többnyire szürkék, de a felső szárnyfedők és a hát sötétbarna, akkor a legnagyobb termetű és a tél kivételével leggyakoribb réti héjafajnak, a barna réti héjának a hímjét látjuk. Nézzük meg először a hím barna réti héjákat. Közelebbről már az immatúr példányokon is látható a szürke szín a sávozatlan evező és faroktollakon. Az öreg hímek esetében szembetűnő a felsőtest fekete, szürke és barna színe, illetve a vöröses barna alsótest. Ha a megfigyelt madár felül kétszínű, teste világos hamvas szürke, szárnycsúcsa fekete, faroktöve pedig felül világos, akkor 3 további fajjal találkozhattunk. A kékes, a fakó vagy a hamvas réti héjával. Repülő madár esetében a szárnycsúcs akár erős ellenfényben is használható határozó bélyeg. Ha lekerekített és ötújjas, azaz a végét 5, újszerűen szétálló kézevező alkotja, akkor kékes réti héja hímet látunk. Ha azonban kihegyesedő és 4 ujjas, akkor a madarunk fakó vagy hamvas réti héja. Nézzük meg közelebbről ezt a 3 fajt. Az öreg hím kékes réti héja lekerekített, 5 ujjas szárnycsúcsán kiterjedt fekete folt van és a teste egyöntetűen halvány szürke. Az öreg hím fakó réti héja hegyes szárnycsúcsain szűk, ék alakú fekete folt van. Teste és szárnyai csak nem egyöntetűen fehérek. Végül, ha a madár hegyes szárnycsúcsán megosztott vagy kiterjedtebb, távolról fekete színű folt látszik és a karevezők sötéten keresztcsávozottak, akkor egy késő nyári immatúr hím vagy egy öreg hím hamvas réti héját sikerült megfigyelnünk. Az öreg hímek határozása után nézzük meg a barna vagy barnásvörös színezetű fiatal és tojó réti héják elkülönítését. A tollazat sávozottsága és felülről nézve a faroktő fehér foltja egyaránt fontos határozó bélyeg, utóbbi repülő madár esetében távolról is jól láthatóan előtt a barna alapszintől. Ha a réti héja faroktövén nincs világos folt, a madár csak nem egy színű csokoládébarna, valamint a szárnyi és faroktollak sávozatlanok, akkor a barna réti héja fiatal, immatúr vagy öreg tojó egyedét látjuk. A barna réti héján távolról is megfigyelhetőek a sávozatlan evező tollak, az egyszínű faroktő és test barna színezete.
Ha a madár barnás-vöröses alapszínű, faroktövén felülről egy feltűnő fehér folt látszik, valamint szárnyai és faroktollai sávozottak, akkor kékes, fakó vagy hamvas réti héjával van dolgunk. Ekkor ismét a szárnycsúcs alakját érdemes megfigyelni. Ha a szárnycsúcs széles és lekerekített, ötujjas, akkor a télen nálunk gyakori kékes réti héja fiatal vagy tojó egyedét látjuk. Ha azonban a szárnycsúcsa hegyes, négyujjas, a végét négy szétálló kézevező alkotja, akkor a fakó vagy a hamvas réti héja fiatal, immatur vagy öreg tojó egyedére bukkantunk rá. A fiatal kékes réti héja szárnycsúcsa lekerekített, ötujjas, a karevezőin a sávok szélesek és kontrasztosak. Szélesebb szárnyú és nagyobb testű, emiatt röpte kicsit lomhább, mint a másik két fajé. A fiatal fakó és hamvas réti héják szárnycsúcsa hegyes, négyujjas, röptük gyors, sirály vagy sólyomszerű. Mivel karevezőik sötétebbek, a sávozás kevésbé kontrasztos. Testük mintázatlan. A fiatal fakó réti héja belső kézevezőinek vége világos, és a kézevezők tövénél két bumeráng alakú folt látható, egy sötét és egy világos. Világos nyakörve feltűnő. A fiatal hamvas réti héja belső kézevezőinek vége sötét, nyakörve kevésbé feltűnő. Az öreg tojó kékes réti héja szárnycsúcsa lekerekített, ötujjas, a karevezőin a sávok szélesek és kontrasztosak. Az öreg tojó fakó és hamvas réti héják rendkívül hasonlóak, a szárnycsúcsa mindkettőnek hegyes, négyujjas. Karevezőik a fiatalokhoz képest kontrasztosabban sávozottak. A belső kézevezők végének árnyalati különbsége megmarad, az öreg tojó fakó réti héján világos, az öreg tojó hamvas réti héján sötétebb. Csak közelről, jó fényviszonyok mellett figyelhető meg, de hasznos határozó bélyeg a hónajtollak mintázata és színe, ezek az öreg tojó hamvas réti héja esetében feltűnőbbek. Videónkban áttekintettük a hazánkban előforduló négy réti héja faj határozását. Először a világos szürke alapszínű öreg hímeket, majd a barnás-vörös alapszínű fiatal és tojó egyedeket mutattuk be, a gyakoribb fajoktól a hamvas réti héja felé haladva. Megjegyeznénk azonban, hogy ábránk a négy fajt leegyszerűsítve ismerteti, és nem tér ki például a hamvas réti héja fiatalok és immatur madarak ivar és kor határozására vagy az egyedi változatosságra. Ahogyan korábban is láthattuk, a különböző fajok egyedei nagyon hasonló megjelenésűek lehetnek. A határozást tovább nehezíthetik a rosszlátási és fényviszonyok, a nagy távolság, a megfigyelési idő korlátozottsága, az egyedi tollazati különbségek és a vedlési tollhiányok is. Ezért a pontos határozás sokszor csak fotók alapján, a tollazat és egyéb ismertető jegyek utólagos és együttes elemzésével lehetséges, figyelembe véve, hogy az egyes fajok jellemzően mikor fordulnak elő Magyarországon. Ezért mindenkit arra biztatunk, hogy ha lehetséges, akkor készítsen fotót az észlelt példányról, ami a későbbiekben is segítheti a határozást. Bízunk benne, hogy videónk hasznos támpontokat nyújtott a réti héják határozásához. Aki erről a témáról többet szeretne megtudni, az ma már sok kiváló határozókönyv és honlap között válogathat. A további ismeretek után érdeklődők számára ajánljuk a hamvas réti héjáról készült letölthető terepi határozónkat, számos további réti héja fotót a reptorimages.hu honlapon, valamint Magyarország ragadozó madarai című könyvünket. Élményekben gazdag madár megfigyelést kívánunk!